Tisztelt Országgyűlés! Köszöntöm a jelenlévő képviselőket és mindenkit, aki figyelemmel kíséri munkánkat. Az Országgyűlés tavaszi ülésszakának 32. ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom Önöket, hogy az ülés vezetésében Hegedűs Lórántné jegyzőasszony és Móring József Attila jegyzőúr lesznek segítségemre. Tisztelt képviselőtársaim! Május 29-én mindannyian megrendülten értesültünk a néhai államfő halál híréről. Márlő Ferenc egész élete során a nemzetet szolgálta, mint tudós és mint politikus egyaránt. Jogtudósként az ELTE tanára és a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt. Politikai szerepet a rendszerváltás után vállalt 1990 és 93 között, az Antal kormány tárca nélküli minisztere volt 1993-ban és 94-ben, művelődési és közoktatási miniszterként tevékenykedett. 1994 első felében a Felsőoktatási és Tudományos Tanács elnöki posztját és a Nemzeti Kulturális Alap elnöki tisztjét is betöltötte. Az Országgyűlés 2000. június 6-án a Fidesz és a Független Kisgazdapárt jelöltjeként, párton kívüliként a Magyar Köztársaság elnökévé választotta. Tisztségébe 2000. augusztus 4-én iktatták be. 2005 után hivatali idejének lejártával is aktív figyelemmel követte a politikai eseményeket. Sokan mégsem úgy gondolunk rá elsősorban, mint legfőbb közjogi méltóságra, hanem mint tanárra, munkatársra, barátra. Ennek oka, hogy végtelenül közvetlen és szerény ember volt. Visszafogottságán átjutott sajátos kisugárzása, amelyet hatalmas szaktudása, műveltsége és széles látókörűsége táplált. Tudós ember volt, aki nagy lelkesedéssel állította megszerzett tudását, tapasztalatait a nemzet szolgálatába. Köztársasági elnöki beiktatása alkalmából itt, az országház falai között elmondott beszédében hitet tett a törvényesség és jogállamiság értékei mellett. 5 évvel később úgy adhatta át hivatalát utódjának, hogy megbízatása idején egyszer sem tagadta meg vállalt, megvalott értékeit. Magánemberként és politikusként is a keresztény értékrend szerint élt, a hit évezredes erejét maga mögött tudva küzdött a közösségért. Azt vallotta, hogy ha a közösség tagjainak többségében dominálnak a pozitív erkölcsi értékek, akkor beszélhetünk erkölcsös nemzetről. Márlő Ferencet nem csak azért tartják világszerte európai politikusnak, mert hivatali idején alatt lett hazánk az Európai Unió tagja. Őt már évtizedekkel korábban megérintette az egységes Európa eszméje. Őszintén bízott abban, hogy Magyarország méltó szerepet fog játszani az euróatlanti integrációs rendszerekben és a szomszédainkkal való együttműködésben. Hálás volt a sorsnak, amiért formálója, alakítója lehetett ennek a történelmi folyamatnak. Többször nyilvánvalóvá tette, hogy hazánk nem csak földrajzilag, hanem kultúrája és értékei révén is Európához tartozik. Elengedhetetlennek tartotta, hogy az emberekben megerősödjön az a hit, hogy az európai közösséghez tartozás nemzeti érdekünk, és hogy nemzeti tudatunk, kulturális értékeink tartalma együtt jelenjen meg az európaiság tudatával. A nemzet egységét a béke, az összefogás megteremtésével látta megvalósíthatónak. Itthon és határainkon túl egyaránt. Mint a demokrácia felett örködő jogtudós, természetesnek vette és tiszteletben tartotta azt, hogy a vélemények ütközhetnek különböző közügyek kapcsán. Igyekezett a pártok közötti párbeszédet javítani, a közéletet tisztábbá, a polgárok számára elfogadhatóbbá tenni. Halála minden demokratikusan gondolkodó politikus számára nagy veszteség. Legyünk méltóak eszméjéhez, és emlékezzünk rá büszkeséggel teli szeretettel. Kérem, álljunk fel! Köszönöm.
Tisztelt Országgyűlés! Most mandátumigazolás és a képviselői eskütétel következik. Tájékoztatom Önöket, hogy Samu Tamás Gergő képviselő úr lemondásával megüresedett képviselői helyre a Jobbik képviselőcsoportja a Békés megyei területi listájáról Jámbor Nándort jelölte. A mandátumvizsgáló bizottság az ülést megelőzően tanácskozott, és a választási iratok alapján Jámbor Nándor megbízó levelének szabályszerűségét megvizsgálta. Megadom a szót Rubovszky György elnök úrnak, aki a mandátumvizsgálat eredményéről a házszabály 7. szakasz második bekezdésének megfelelően jelentést tesz az országgyűlésnek. Parancsoljon! Köszönöm a szót, elnök úr! Tisztelt Országgyűlés! Samu Tamás Gergő képviselő úrnak május 13. napjával történő lemondását követően a Jobbik jelölt, Vona Gábor elnök úr a Jobbik nevébe jelölte Jámbor Nándor képviselő urat. A képviselő úr iratai a mandátumvizsgáló bizottsághoz megérkeztek. A mai napon a mandátumvizsgáló bizottság az iratokat áttanulmányozta, és egyhangulag azt a határozatot terjeszti a tisztelt országgyűlés elé, hogy javasolja az országgyűlésnek, hogy a képviselő úr mandátumát szíveskedjen igazolni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm. Tisztelt Ház, felhívom a képviselőtársak figyelmét, hogy a házszabály 7. szakasz 3. bekezdése alapján a mandátumvizsgálat eredményéről szóló jelentéshez módosító javaslatot nem lehet benyújtani. A mandátumot az országgyűlés vita nélkül igazolja. Kérdezem tehát a tisztelt országgyűlést, hogy igazolja-e Jámbor Nándor mandátumát. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a ház 299 igen szavazattal egyhangulag Jámbor Nándor mandátumát igazolta. Megkérem képviselő urat, fáradjon a terem közepére és tegye le az esküt. És felkérem Hegedűs Lórántné jegyzőasszonyt, olvassa elő az eskü szövegét. A tisztelt országgyűlés pedig kérem álljon fel. Én Jámbor Nándor. A Magyar Köztársaság Országgyűlésének képviselője. A Magyar Köztársaság Országgyűlésének képviselője. Esküszöm. Hogy képviselői tisztségem ellátása során. Hogy képviselői tisztségem ellátása során. Hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz. És annak népéhez hű leszek. Az alkotmányt és a jogszabályokat megtartom. A tudomásomra jutott titkot megőrzöm. Munkám során választóim akaratához. És megbízatásomhoz híven. Lelkiismeretesen járok el. És minden igyekezetemmel azon leszek. Hogy a Magyar Köztársaság fejlődését előmozdítsam. Népének boldogulását elősegítsem. Isten engem úgy segíjen. Tisztelt Országgyűlés, az eskütételt követően kérem Lenhardt Balázs jező urat, hogy az aláírásra készítse elő az esküokmányokat, a képviselő urat pedig arra kérem, hogy kézjegyével lássa el azokat. Tisztelt képviselő úr, képviselőtársai nevében eredményes munkát és sok sikert kívánok az országgyűlés új tagjának.
Tisztelt Országgyűlés, bejelentem, hogy ezzel az országgyűlési képviselők létszáma 385. Tisztelt Ház, a mai napon napirend előtti felszólalásra jelentkezett Vona Gábor, a Jobbik frakcióvezetője, Belső Trianon címmel. Frakcióvezető úré, a szó, parancsoljon. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! A hétvégén Kárpát-medence szerte számtalan helyen emlékeztek Trianonra, illetve az elmúlt évben az országgyűlés döntött arról, hogy június 4-ét a Nemzeti Összetartozás emléknapjává nyilvánítja. Mindkettő nagyon örömteli dolog, és mindkettő azt mutatja, hogy valami elindult ebben a kérdésben. De mégis azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt napok megnyilatkozásai, történései alapján azért elmondható, hogy sajnos a Trianon szindróma, a gondolkodásunkban lévő belső Trianon felszámolás az még továbbra is várat magára, egy hosszú, rögös, nehéz út lesz. És ami ez jelenségként megjelenik itt mindannyiunk gondolkodásában, vagy nagyon sok ember gondolkodásában, az a folyamatos gyávaság, a megalkuvási kényszer, a tehetetlen megaláztatottság. És én a napirend előtti felszólásomban két példát szeretnék mondani. Az egyik a kormánynak az ünnepi kommunikáció június 4-e kapcsán, a másik pedig az alföldi ügy. Az ünnepi kommunikáció kapcsán számtalan kormánypolitikus nyilatkozta azt a hétvégén, hogy hát ez valójában egy ünnep, a nemzeti összetartozás ez valójában egy ünnep és nem gyásznap. Abban egyetértünk, hogy a gyász önmagában kevés. Nem szabad, hogy a gyászba belemerevedjünk, és igenis erőt kell merítenünk, előre kell tekintenünk, és a gyász mellett meg kell határoznunk az elkövetkezendő éveknek, időszaknak a feladatait. De azért azt szögezzük le, hogy ez nem ünnepnap, ez egy gyásznap. Nincs mit ünnepelni június 4-én, én azt gondolom, és hát elkeserítő volt látni, hogy néhány vidéki kormánypárti szervezet még dáridót is szervezett ezen a napon. Van mit gyászolnunk sajnos, azt tegyük, mindenképpen el kell, hogy mondjuk, de kérdés, hogy van-e mit ünnepelnünk? Vagy kérdés, hogy mit akart ünnepelni a kormánypárt, miért nevezte ezt ünnepnek? Talán azt, hogy a holokauszt megemlékezéshez képes, hogy azzal ellentétben most itt a tisztelt ház nem emlékezett meg Trianonról, azért ezt tegyük hozzá, hogy ez én azt gondolom, hogy nagyon súlyos mulasztásunk. A másik az, hogy a Soros elnökség végeztével igazán a magyar üggyel kapcsolatban semmiféle érdemit nem tudott tenni a kormány és Magyarország. Az önrendelkezésnek az ügye, az autonómiák ügye szinte föl sem merült a Soros elnökség ideje alatt érdemben. A Benes dekrétumok továbbra is Európa jogrendjének részét képezik, a temerini fiúk délvidéken továbbra is börtönben ülnek, a szlovákok nyelvtörvénnyel, az ukrajnai politikai vezetés pedig titkos szolgálattal vegzálja a magyarokat. Tehát én azt gondolom, joggal merül fel a kérdés bennünk mindannyiunkban, hogy mit ünnepelünk pontosan június 4-én. Ha más nem, ugye arra gondolunk, megnézzük, hogy az elszakított területek elévő magyar pártok vagy kiesnek a törvényhozásból, vagy ki fognak esni, vagy szétestek, vagy egymás. Estek. Tehát itt azért mondjuk, hogy nincs mit ünnepelni. Én megértem, hogy nehéz mit kezdeni azoknak a politikai erőknek ezzel a ünneppel, akik évtizedeken keresztül ez nem voltak hozzászokva. Egyfajta torz továbbélését látom ebben a Kovács Lászlói merjünk kicsik lenni gondolatnak, ebben a hirtelen jött ünneplésben. Nem tudjuk érdemben kezelni ezt az egész helyzetet. Ez olyan, mint amikor a sánta kutya elkezd ünnepelni, hogy három lába azért mégiscsak van neki. A másik ügy, az alföldi ügy, hogy itt azt mondta a miniszter úr, hogy véget ért az alföldi ügy lezárva. Hát nincs lezárva az alföldi ügy, tegyük hozzá, sőt nem úgy nincs lezárva, az alföldi ügy szimbólumává vált, én azt gondolom, ennek a belső Trianonnak, ennek a Trianon szindrómának, hiszen mint csebben a tenger, alföldi Róbert ügyében, mint csebben a tengerben benne van minden nyomorúságunk. Benne van az a nyomorúságunk, hogy bennünket itt a saját hazánkban folyamatosan meg lehet alázni, hogy felmosolónak, lábtörlőnek használják a magyarság számára szent értékeket és történelmi, kulturális tradíciókat. Nem, és hallom itt a közbeszólásokat képviselő úr részéről, nem alföldi Róbert művészetét akarjuk megítélni, ezt szeretném hangsúlyozni. Itt nem arról van szó, hogy mi a művészettel kapcsolatban ítéletet mondanánk, hanem arról van szó, hogy a Nemzeti Színház vezetése az politikai kérdés. Nem gondolja senki, hogy ez nem politikai kérdés, hiszen egy politikai kinevezés útján kerül az intézmény élére, és bármit is tesz ott, bármit is tesz a Nemzeti Színház vezetője ebben a színházban, a nemzeti értékmegőrzés egyik templomában, az igenis politika. És önök ebbe a templomba beengedtek egy elnézést, nyilvánvalóan megoszlanak ezzel kapcsolatban a vélemények, de beengedtek oda egy beteglelkű, sebzett embert, aki ahelyett, hogy a Nemzeti Színház valódi céljait valósítaná meg, mert ez pedig a nemzeti értékeknek a színházi formában való megőrzése, ápolása, gyarapítása és továbbadása, ehelyett ez az ember saját lelkének sötét zegzugait viszi színpadra, egyfajta drámapedagógiai vagy drámapszichológiai öngyógyítást próbál a színpadon megvalósítani, és ehhez pedig asszisztál itt az egész politika. Én azt azon nem csodálkozom, hogy a Fidesz képviselői így állnak hozzá, a KDNP tehetetlensége nagyon fáj, de az egészben, ami leginkább fáj, az annak a nemzeti keresztény
civil szférának a tehetetlensége és némasága, amely az országgyűlési választások előtt önök mögé állt, és várta a Nemzeti Keresztény Magyarországnak a visszajöttét. Hol van most már, elnézést, hogy neveket is mondok, de Makovec Imre, hol van Eperjes Károly, hol van a CÖF több ezer tüntetője, akik annak idején önöket támogatták, és gondolom nem azt várták el önöktől, hogy Alföldi Róbert legyen a Nemzeti Színház élén. Pedig most ő van az élén, sajnos, és azt kell, hogy mondjam, tökösebb gyerek, már elnézést a kifejezésért, mint önök, mert ő legalább saját magát megvédi, meg a saját magához hasonlóakat, önök pedig saját magukért sem állnak ki, és azokért sem, akik önöket megszavazták. Köszönöm szépen. Navracsis Tibor miniszter urat illeti a válaszadásuka. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt frakcióvezető úr, hogyha ezzel az ön szellemi jobblétéhez járulhattunk hozzá, hogy az eheti epe ömlését meghallgattuk, akkor örülök neki, hogy ezzel hozzájárulhattunk. A helyzet az, hogy ön úgy gondolja, hogy mi önfeledten ünnepeltük Trianont. Ezzel szemben akkor, amikor önök még nem voltak itt a parlamentben, az előző ciklusokban mi voltunk azok, akik azért küzdöttünk, hogy minél hamarabb begyógyíthassuk Trianon sebeit. És az a helyzet, hogy 2004. december 4-én nem a Fidesz Magyar Polgári Szövetség politikusai és szavazói voltak azok, akik az ellen szavaztak, hogy a határon túli magyar közösségek is megkapják a kettős állampolgárságot. És látja, a közvélemény a maga módján mégiscsak levonja a következtetéseket, aközül a két párt közül az egyik már nincs itt a parlamentben, a másik éppen a saját romjait építgeti vagy söprögeti, de egy biztos, hogy amikor tavaly egy évvel ezelőtt a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánítottuk június 4-ét, akkor a parlamenti pártok túlnyomó többsége ebben egyetértett. És én azt hiszem, hogy ez fontos. Ez egy nagyon fontos tény, mint ahogyan nagyon fontos tény az is, hogy június 4-én, amikor ön szerint önfeledten ünnepeltük Trianont, akkor valójában Hódmezővásárhelyen, Egerben és az ország más városában tömegesen tették le az állampolgári esküt határon túli magyarok. És ez a fontos tény, én úgy gondolom. Ez fontos tény, hogy ezt meg tudtuk tenni. Fontos tény, hogy a nemzeti összetartozásra tudunk emlékezni, még akkor is, hogyha önöknek ez nem tetszik, hiszen önöknek nem csak a közép-európai összetartozás nem tetszik, de a Magyarországon belüli összetartozás sem tetszik. Igyekeznek mindenhol határvonalat húzni, ahol határvonalat lehet, baloldali és jobboldali, cigány és magyar, falusi és városi között. Mi pedig abban hiszünk, hogy mi magyarok és mindenki, aki ehhez a nemzethez vallónak hiszi magát, annak itt a helye közöttünk, és annak meg kell adni a lehetőséget arra, hogy a magyar nemzethez tartozzon. És bár 91 évvel ezelőtt külföldi, Magyarországot nem ismerő politikusok húzogattak itt határokat, a Nemzeti Összetartozás napja pontosan azt bizonyítja, hogy a magyar nemzet életerejét, összetartozás tudatát nem lehet megtörni. És bár önnek abban igaza van, hogy sokat kell erősítenünk ezen a nemzeti tudaton, de ez az előttünk álló nagy feladat, és én azt hiszem, hogy mindannyian ezen vagyunk. És ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha összetartozunk. És ugye Novák előtt kollégám Alföldi Róbertet hiányolja, bár biztos vagyok benne, hogy Novák előtt sokkal jobban látja Alföldi Róbert művészetét, személyiségét és színházigazgató tevékenységét, én mégis Blaskó Péternek hinnék, aki Kossuth Díjas színművész, aki ért a színházhoz, tudom, hogy ön is, az ön hite szerint, de Blaskó Péter hitét igazolva is látom. Köszönöm szépen a figyelmüket. Szintén napirendelőtti felszólalásra jelentkezett Szabó Rebeka képviselőasszony az LMP részéről. A vidék válságára vonatkozó közösség alapú megoldások címmel. Parancsoljon, képviselőasszony. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Sokszor elhangzott már itt a házban, hogy a magyar vidék válságban van. Mindez leszakadó társadalmi csoportokat, az önrendelkezés hiányát, a kisléptékű mezőgazdasági termelés visszaszorulását, köszönöm, a táji környezet leromlását jelenti.
holott a világ számos vezetője egyre gyakrabban mondja ki, hogy a jövőnk az élelmiszeren, az ivóvízen, a termőföldön és más környezeti erőforrások állapotán fog múlni. Vagyis a mai élő és a következő nemzedékek életminősége attól a magyar vidéktől függ, amit a rendszerváltás óta pénznyelőként vagy menthetetlenül leszakadó területként kezelnek. A most társadalmi vita alatt álló vidékstratégia alapján úgy gondoljuk, legalább a kormány egy része tisztában van mindezzel, hiszen a stratégiában tükröződik az a paradigmaváltás, amelyet az LMP is régóta szorgalmaz. Ahogyan azt már választási programunkban is leszögeztük, a fogyatkozó olajtól függő nagyipari mezőgazdaság zsákutca. Ehelyett a fenntartható, az ökoszisztéma szolgáltatásokat megőrző tájhasználat, a családi gazdaságokra, a tájfajtákra alapuló és az élelmiszer önrendelkezést elősegítő gazdálkodás lehet csak a fejlődés kulcsa. Ezt erősíti meg szinte szó szerint a Greenpeace és a Védegylet által egy hete bemutatott Válaszúton a mezőgazdaság című FAO tanulmány is, ami 110 ország 400 szakértője bevonásával készült. A vidékstratégiában lefektetett fenntartható irányok végrehajtásához azonban a teljes kormányzati gyakorlatban változásra lesz szükség. Jelenleg sajnos azt látjuk, hogy a kormány egyéb gazdaságpolitikai intézkedései többnyire ellentétben állnak ezzel a vízióval. A kormányváltás óta tovább folytatódott a vidék erőforrásainak apasztása. Az egykulcsos adórendszer az alacsony keresetűekre rak nagyobb terhet, ezzel gátolja a jellemzően alacsonyabb bérű mezőgazdasági munkahelyek létrejöttét. A munkanélküli ellátás rövidítése súlyosan érinti a jellemzően szezonális munkával ellátott mezőgazdasági területeket. Szétverték a közmunkaprogramot, ami megint csak a leghátrányosabb helyzetű térségeket taszította mélyebbre. Iskolák zárnak be, az önkormányzatok nem tudják finanszírozni az oktatási intézményeiket. A háziorvosi ellátás megint a végeken szenved súlyos erőforrás hiányban. A közösségi közlekedésből újabb összegeket vonnak ki, ami megnehezíti a munkába járást. És nem utolsó sorban a tönk szélére jutatták a fenntartható vidék kulcs szereplőit, a környezetvédelmi hatóságokat, a vízügyet és a nemzeti parkokat is. Röviden, a kormány egy megszorításokra épülő, a GDP növekedését fetisizáló gazdaságpolitikát folytat, amely mindig a rosszabb helyzetben lévő területeket sújtja. Ehelyett az LMP azt javasolja, hogy a kormány állítsa a vidékpolitika központjába a helyi gazdaság részvételi alapú közösségi logikájú fejlesztését. Ez persze a jövedelmek és források újraelosztásával is jár, ami akár befolyásos köröket is sérthet, de gondoljanak arra, hogy egy néhány hektáron működő közösségi zöldségfarm, mint például az igrici romák nemrég sorsára hagyott uborka programja, mennyivel több embernek biztosíthat megélhetést és sikerélményt, mint egy több száz hektáros gépesített nagyüzem. Össze kell gyűjteni a hasonló jó példákat az országban, el kell terjeszteni és meg kell támogatni a sikeres kezdeményezéseket. Ebben a munkában szívesen segítünk, hiszen képviselőink folyamatosan a vidéket járva gyűjtik a tapasztalatokat. Komlóskán például az önkormányzat helybéli már inaktív idős emberektől vett át 5 hektárnyi földet, és olyan programot indított, amelyben állástalan helyi lakosok dolgoznak a földeken. Ennek hatására megszűnt a településen a munkanélküliség, a termés pedig az iskola és a szociális intézmények használják fel, sőt, még a helyi piacra is jut belőle. Ahogyan az imént egy sajtótájékoztatón is elmondtam, a kis településeken élők számára kulcsfontosságú lehet a földhöz jutás, a termelés újraindítása, a helyi, akár időszakos termelői piacok létesítése, amelyhez gyakran nem is pénzre van elsősorban szükség, hanem mentorálásra, fenntartható szociális szemléletű szaktanácsadásra és a bürokratikus akadályok lebontására. Nagyon fontos, hogy támogassuk ezeken a településeken a belső erőforrások kihasználását és a helyi forrásokon alapuló innovációt. Ahol már az első lépéseket megtették, ott pedig abban kell segíteni, hogy az önellátás után a helyi termékek feldolgozása, a falusi turizmus, a biogazdálkodás, vagy az évelő kultúrákra alapozott helyi igényeket kielégítő biogáz termelés válhasson húzó ágazattá. Tehát az LMP szerint gyökeres stratégiai fordulatra van szükség. Ha nem helyezzük teljesen új alapokra a vidékpolitikát, és a kormány aktuális neokonzervatív gazdaságpolitikáját ráengedjük a 20 éves sanyargatott magyar vidékre, azzal csak a rendszerváltás óta tapasztalt rossz folyamatok felerősödését, az elvándorlás folytatódását, a közösségek eltűnését és az ország szétszakadását fogjuk elérni. A kormánypártok kétharmados felhatalmazása pedig biztosan nem erre az irányra szólt. Köszönöm a figyelmet! Ángyel József államtitkár úrnak adom meg a szót, válaszadásra parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt képviselő asszony.
Mindeneket köszönöm, hogy egyetért azzal az irányvonallal, amely irányba a kormány halad. A vidékfejlesztési tárca, a Nemzeti Vidékstratégia közzétételével azt hiszem világossá tette, hogy milyen jövőt szán a magyar agráriumnak és a magyar vidéknek. Örülök, hogy megerősíti, hogy valóban egy a kis-közepes családi gazdaságok dominanciájára épülő mezőgazdaságra van szükségünk a vidék megőrzéséhez. Örülök, hogy megerősíti azt, hogy persze akkor életképes ez a modell, hogyha szövetkezik, összefog, hogy amikor a piaccal kapcsolatba kerül, akkor kellő erővel tudjon föllépni. És örülök annak is, hogy megerősíti, hogy mezőgazdaság tartalmi átalakítására is szükségünk van. A Nemzeti Vidékstratégia épp ezt az irányt jelöli ki. Szeretném emlékeztetni arra, hogy egy kirabolt, végveszélybe sodort agrárium és vidék az, amit megörökölt a kormány. A nemzeti vagyon eltűnt, a kasszáink üresek. Ilyen körülmények között két dologra is koncentrálnia kell egy kormánynak. Először is az egyensúlyt meg kell őrizze. Nem lesz miről beszélnünk, hogyha ez a hajó, ami ilyen viharba került, amit az elődeink, az előző kormányok tettek, nem tud megmaradni ebben a viharban. Higgy el, mi is nagyobb tempóban szeretnénk ezeket a változásokat véghez vinni, de ügyelnünk kell arra, hogy a hajó közben egyensúlyban maradjon. Ezért mondjuk azt, hogy a munkanélküliség, illetve az adósságcsapda az a két legsúlyosabb fenyegetés, amelyeken mindenek előtt úrrá kell lennünk. És ezen közben kell az átalakítását a vidéknek és az agráriumnak véghez vigyük. Azért emlékeztetni szeretném arra, hogy jó néhány olyan intézkedés volt ilyen körülmények között is, ami nem tűzoltásnak minősül. A Nemzeti Földalapról szóló törvény az egyik első olyan módosított törvényünk volt, még az elmúlt nyáron, amely világossá tette a birtokpolitika irányát, amely meghatározta ezt a modellt, amiről most is beszéltem, és amely elővásárlási jogot biztosított az államnak, hogy a spekuláns tőkét ki tudja szűrni erről a terepről, és valóban azokhoz juttassa a földet majd, akik a földet megművelik, és akik a vidék erejét, a vidék gazdaságának erejét adják. Ide sorolnám azt a kistermelői rendeletet is, ami lehetővé tette, hogy a vidék, a mezőgazdaság szereplői értékesíthessék a termékeit. Korábban ez bűncselekménynek minősült Magyarországon, tehát eladható az a termék, amit előállítanak vidéken ezek a vidéki közösségek, a gazdatársadalom. Emlékeztetni szeretném arra, hogy a közbeszerzési törvény módosításával lehetővé tettük, hogy a másik oldalon megvehessék azt a terméket, amit a helyi gazdaság produkál. Miután mélységesen egyetértünk azzal, hogy várost és vidéket újra össze kell építeni, és a termelést és a fogyasztást közel kell egymáshoz hozni, le kell rövidíteni azt a élelmiszerláncot, ami látjuk, hogy milyen élelmiszerbotrányokhoz, milyen egyéb problémákhoz vezet, hogyha ezt nem tesszük meg. Ezek a lépések ebbe az irányba hatottak, és azt hiszem, hogy annak ellenére, hogy tűzoltással is foglalkoznunk kell, ezek már a jövőt jelzik, hogy milyen irányba gondoljuk átalakítani a mezőgazdaságot, a vidéket, a vidék társadalmát, gazdaságát. Azzal is azt hiszem, hogy egyetérthetünk, hogy alapvető a gazdaság, a helyi gazdaság megerősítése, és ezt követheti, ha a helyi gazdaság erősödik, minden egyéb, a helyi élelmiszerfeldolgozás, helyi piacok kiépítése ebben a stratégiában szerepel. Szeretném jelezni, hogy